Egy világnapra hívta fel a figyelmet az a rendezvény, amelynek a Völgységi Múzeum biztosított helyet. A Nők a Tudományban világnap alkalmából rendezett szakmai napon számos olyan előadás várt az érdeklődőkre, ami rávilágított arra, hogy a nőknek is helye van ezen a szakterületen. 2015 óta az ENSZ számon tart, és volt egy 2019-es projektünk, amit közösen négyen a Pécsi Tudományegyetem természettudományi karán kezdtünk. Ezt hoztuk most át Bonyhádra a Völgységi Múzeum. Arról szól, hogy a fiatal lányokat, hölgyeket szeretnénk előtérbe helyezni, hogy a kutatói pálya számukra is releváns lehet hosszú távon. A korábbi kapcsolat révén a Pécsi Tudományegyetemről érkeznek előadók, illetve a Nők a Tudományban Egyesület elnöke Balázsi Kati is vendégünk lesz ma. Leginkább a mentorálás, a mentorprogramok, a lehetőségek, amit a lányok kihasználhatnak, amikor így közösen velünk programokon vesznek részt. Élménypedagógiai módszerekkel dolgozunk, és természet- és műszaki tudományokat helyeznek előtérbe ezek a programok. Milyen jó lehetőségek vannak hosszú távon ezeken a területeken a hölgyeknek is. Az egész napot átölelő rendezvény alkalmával az érdeklődők kérdéseket is feltehettek az előadóknak. Nagyon számítunk ma is erre, hogy lesznek kérdések a témákhoz kapcsolódóan természetesen. Most Bonyhádon először van ez a rendezvény, a korábbi pécsi rendezvények több száz fős érdeklődési körrel rendelkeztek, úgyhogy most egy kicsi bevezető, aztán reméljük, hogy jövőre lesz folytatás még nagyobb érdeklődéssel. Szem előtt tartottam, hogy azért helyből is érkezzel előadó, így Bisofné Komlósi Viktória lesz, aki magyar történelem szakos kutatótanár. Igyekszem azért kiterjeszteni majd úgy az érdeklődési köröknek megfelelően, hogy a bölcsészeti szerepet kaphasson a természet és műszaki tudományok mellett. Az érdeklődők köre a középiskolástól egészen az idősebb nyugdíjas generációig mindenki megjelent. Most azért itt a helyi lakosokra, az idősebb korosztályra helyeztük elsőként a hangsúlyt, hát ha akkor viszik a hírét a programoknak, és akkor a gyerekeket majd az iskolákon keresztül igyekszünk még inkább megszólítani. A megnyitón Bonyhád város polgármestere Filóné Ferenc Ibolya köszöntötte a rendezvény iránt érdeklődőket és a vendégelőadókat, akik meséltek pályaválasztásuk okáról, a motivációjukról. Ritkán fantáziálnak a lányok arról, hogy informatikusok, fizikusok vagy űrkutatók legyenek, pedig érdemes nagyot álmodni. Ezt írja az Egyesület a honlapján, amely arra hivatott, hogy megmutassa a hölgyeknek a tudomány, a technológia, a matematika világában és a mérnöki pályában rejlő lehetőséget. Ma próbáltam kedveskedni a hölgyeknek és bemutatni, hogy a Nők a Tudományban Egyesület milyen mentorprogramokkal készül egész évben, hogy növeljük a nők arányát a STEM területeken, egész a középiskolás lányoktól a kutatónőkig, oktatókig foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy próbálom bemutatni ezeket a programokat. A mentorprogram arról szól, hogy nem csak a férfiaké a tudomány világa, vagy az oktatási tevékenység, főleg a műszaki területen, úgyhogy a lányoknak ugyanolyan esélyük van, és néha még sikeresebbek is, mint a férfiak, úgyhogy ezt próbáljuk bemutatni, hogy a kutatásnak, oktatásnak nincs neme, vagy a mérnöki pályának, és a lányok merék vállalni, és biztatni próbáljuk őket, hogy minél több mérnökünk legyen Magyarországon, női mérnök. Sokan dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon, például a kutatási területen is, ha a hölgyek elmennek szülési szabadságra, akkor ezt pozitívan diszkriminálják és figyelembe veszik a kiesett éveket, és ezzel is rögtön egy kicsit kiegyenlítődnek az arányok. Az előadók között volt Bonyhádi is, akit a történelem varázsolt el már gyermekkorában. Az én témám a nőorvoslás és orvosnők a kora újkori Magyarországon. De többiekkel ellentétben én nem annyira a jövőkutatásról, a jövőről fogok beszélni, hanem a múltról. Ennek a legegyszerűbb oka az, hogy történelemtanár vagyok. És számomra mindig fontos volt, hogy egy tanóra érdekes és izgalmas legyen. Ezért gondoltam azt, hogy az egy-egy témakörhöz, egy-egy korszakhoz mindig az adott életmód történetet is keresem, kutatom tovább. A történelemtanári pályát? Hát nehéznek nem gondoltam. Igazából annak idején az osztályban mindig én voltam, aki legelőször érkezett az iskolába, és az összes osztálytársamnak elmondtam a törianyagot. Úgyhogy mire megkezdődött a nap, kb. 12-szer mondtam fel a leckét, azt mondták jól. Valahogy ez volt az oka annak, hogy történelemtanár lettem, nagyon szeretem a pályámat. Feltöltődés egyértelmű. Mindig vannak rakoncátlan gyermekek, de nincs olyan nap, ami ne telne el úgy, hogy valami öröm ne érjen, hogy valaki megköszönje azt, hogy ez az óra jól sikerült, ez az óra, tanultam valami újat,
egy versenyre benevezett és sikert ért el. De nekem az is siker, amikor odajön a tanuló és azt mondja, hogy én az érettségin a hármasomat a tanárőnek köszönhetem, mert kettessel indultam. Nekem ez is boldogság. A nap folyamán az előadók a tudomány világába kalauzolták a hölgyeket. A szervezők tervei között szerepel, hogy jövőre is csatlakoznak egy hasonló rendezvénnyel a Nők és a Lányok a Tudományban világnaphoz.